azóta halloweeni ötletek következnek, amik igazából, Jani azt mutatja, hogy nem idióták, de igen, idióták. Szerintem minden halloweeni ötlet idióta, de pont ennek az évnek ebben a szakában van itt a helye. Nagyon szeretem őket, mutatok nektek néhány nagyon különleges, könnyen elkészíthető halloweeni dekorációt. Aztán majd ti eldöntitek, hogy mennyire idióta az idióta. Hoztam a baba fejet is. Vagyis hát most már nincs karja, mert egy korábbi idióta ötletekben volt karja még, de aztán elvesztette, de most elveszti a fejét is. Vannak azok az halloweeni ötletek, dekorációs ötletek, hogy a baba fejeket, meg kezeket felszerelik így a képkeret közepébe, és kevés gézzel letapasztják, mint hogyha kikelne sírból. Na, ezt próbálom most meg rekonstruálni. Jól beragasztózom a baba haja alatt és a tarkóját is, és nem ragad oda. Na, nézzük még egyszer. Na, és a fölragasztott baba fejet pedig gézzel vagy valamilyen átlátszó fehér textillel kell bevonni. Mivel egy másik ötlethez, ami ennyire nem lesz idióta, fogok használni papírzsepit. Azt egyébként előkészíthettek, mert akkor együtt tudjuk elkészíteni a nagyon-nagyon cuki szellemeket. Ahhoz zsepit fogok használni, ezért már itt van nekem zsepi. Úgyhogy most szépen ezt fogom ráfeszíteni a baba fejére, úgyhogy azért egy kicsit sejtelmesen lehessen látni, hogy ott alatta van valaki. Vigyázz! Jani! Egyelőre addig jutottam, hogy ennyi erővel egy koszos papírzsepit is ide ragaszthattam volna. De remélem, hogy ez majd a baba feje azért előbukkan. Használok egy kevés dekupás ragasztót, hogy ráfeszítsem a fejére a zsepit. Készen van a csodás első alkotás. Szavazzatok, ez szerintem simán belefér az idióta ötletekbe, de igazából nagyon jó kis halloweeni dekoráció is, úgyhogy szavazzunk azért, itt a csacsiság is kellene, hogy hányest ér. Én nem szavazok, csak ti szavazzatok most. Elfelejtettem a legelső ötletet, arra gondoltam, hogy legelőször készítek egy ilyen póknyakláncot, nem nyakláncot, pókhajpántot magamnak. Ezt fekete köteleket készítettem ide, de egy sima hajpánt alapra is rá tudjátok ragasztani a műanyag pókokat, és ezt teszitek a hajatokba. Ezt az ötletet is, például ezt a Pinteresten láttam. Szerintem nem maraság. És arra gondoltam, hogy jól néz neki itt a videóban, vagy Halloween napján is jól néz ki, hogyha ezt fölveszitek. Elkészült a halloweeni hajpántom, félreteszem egy picit száradni, és a következő ötlet, amit be fogunk nektek mutatni, legyen a papírzsepi szellem. Ehhez, egy darab szellemhez két darab papírzsepi szükséges. Lehetőleg olyat választhatok, ami ilyen dobozból jön ki, hogy nincsen annyira sokszor meghajtva, mert akkor szép lesz az esése. És kettő papírzsepit, ha összefogtok, középen bedugjátok az ujjatokat, és elkezditek szépen rendezni a redőket, akkor előbb-utóbb egy ilyen szellemformát kaptok. Ezt kell ragasztó pisztollyal véglegesíteni, és utána jön a szellem arcának megformázása. Egyébként az eredeti ötletet gézből készítették el, és pingponglabdát vagy valamit tettek a közepére, ott egy kicsit nagyobb fejű szellem lett, viszont én arra gondoltam, hogy géz, meg pompom, fonal, az sem feltétlen mindenkinek van otthon Halloweenkor fehér, zsepje viszont mindenkinek van, ezért ebből készítem el, és ebből, hogyha többet készítetek, akkor kis szellem girland lesz. Erre lehet simán egy fekete filccel rárajzolni a szemet. Azért előtte teszteljétek, mert sokféle fekete filc létezik, és könnyen szétfuthatnak a rajzok rajta. De én most például mozgó szemet ragasztok rá, és új rajzolom rá az arcát még, a szájához használok fekete filcet.
találjátok ki, hogy melyik a ti kedvenc verziótok. Hogyha kész vagytok egyel, akkor akár egy tű segítségével, tűcérna segítségével föl lehet fűzni egy girlandra, lehet ragasztani is, szerintem egy picit professzionálisabb ezt átfűzni, meg is tartósabb, úgyhogy egy tűvel, cérnával egyszerűen készítek rá egy kis húrkot. Készítek egy girlandot a papírszellemekből, egy vastagabb kötélre fogom fölkötözni őket, de szerintem egyesével is nagyon jól mutatnak. Lehet akár fülbevalónak használni, vagy nyakláncnak, vagy táskadísznek. Keresetek kreatív helyeket a szellemeiteknek, és természetesen töltsétek fel Instagramra, használjátok a merjalkotni hashtaget, és tegeljetek be rajta a csorban, itt a felhasználó nevem. Fordulj el Jani felé. Itt vagyok. Most azt kéne, hogy a három szellem mindenki a kamerába néz. Srácok, nézzétek a kamerába! Így. Lehet, egy pillanatra meg tud állítani a képet, nem? Ha kiteszitek a falhoz a girlandot, akkor be lehet szépen állítani térben, viszont akkor érdemes inkább mind a két oldalára arcot készíteni neki. Megszáradt az autentikus pókos hajpántom. Kicsit ilyen vissza a 60-as évekbe hajpánt, de teljesen jó lesz. Még három különleges halloweeni dekoráció van hátra, a következő kapcsolódik az előzőhöz, ugyanis egy szellem lesz, viszont egy ilyen spirált fogok kivágni az A4-es papírból, és meglátjátok, hogy milyen jópofa ilyen kis lógós szellem alakul ki belőle. A spirál a belseje felé egyre vékonyodjon, és így egész jó hosszan le fog tudni majd lógni a szellem feje. Egy A4-es papírból is egy ekkora szellem spirált lehet készíteni, hogyha A3-os papír felé léptek el, vagy A2-es, vagy A1-es, akkor pedig akár egy egészen gigantikus, hatalmas szellem spirált is készíthettek. Ennél is szabad az arc kitalálása, megrajzolása, simán fekete félccel is készíthetitek, és készíthetitek mozgó szemekkel. Nehogy egy ilyen cuki kukac legyen belőle. Ez egy cuki kukac lett. Várjál. És ha ide rakom az új szemeket, akkor meg egy cuki kígyó. Majd panda. Panda? Ez egy panda szellem. Jézusom. Ez egy tuti egy panda szellem. Ez most már így befejezem, mert panda szellemem még nem volt, úgyhogy ennek muszáj így maradnia, de csinálok egy rendes verziót is. Jöhet a második kör. Először egy kört vágok egyébként az A4-esből, utána elindítom a szellem elejét egy ilyen íves vágással, és utána elindulok szépen spirálisan körbe, viszont itt ezt a részt, ezt hozzá kell vágni ehhez a körívhez, és úgy fog körbe haladni majd a spirál. Így. Minél vékonyabbra vágjátok, annál hosszabbra fog lenyúlni. Ezt most egy kicsit vékonyabbra vágom, hogy hosszabb legyen, mint a másik. Készen vannak a szellem spirálok, hát nagy sikoltozásokra ne számítsatok, hogyha ezt elkészítetek és kirakjátok, és valaki meglátja, de nagyon kis helyes dekoráció, szerintem. A fekete cica girlandhoz egy világító fényfüzérre lesz szükségetek, és fekete kartonra, meg egy ollóra, összesen ennyi, és egy nagyon-nagyon jó pofa kis dekorációt tudtok ezzel elkészíteni. És azért van ekkora kartonom, hogy el tudja gújni, de nem,
hanem a következő dekoráció meg egy sziluett dekoráció lesz az ablaküvegre, úgyhogy ezt még feltétlen várjátok meg. Először is sokszorozom a fekete papíromat, és akkor csak egyszer vagy kétszer kell kivágjam a több cica fejet. Na. Megrajzolom. Fekete filccel megrajzolod? Fekete papíron a fekete asztalon. Igen. Megrajzolom a fekete, a citának a kontúrját. És Jani, az életed felvételeit elkészítetted. Voltak át a 2000-re az izót látni. Kivágjátok a cica fejeket, és a szemeinél pedig egy X vágatot ejtetek, egyet-egyet. Azon majd át tudjátok dugni a kis izzókat. Egy ilyen ablak sziluett elkészítéséhez először is böngészhetek a Pinteresten, írjátok be, hogy sziluett, és Halloween, meg ghost, meg amit gondoltok, hogy szeretnétek, elsősorban angolul érdemes keresni. Ha kiválasztottátok a megfelelő sziluettet, ami tetszik nektek, akkor azt rajzoljátok föl kézzel egy papírra, próbáljátok akár, hogyha bizonytalanok vagytok, akkor akár rátehetitek a papírt a telefonra, vagy a laptop képernyőjére, és úgy át tudjátok rajzolni, de nagyjából kell csak hasonlítson, úgyhogy másoljátok át a papírra a formát. Nagyítani az a következő lépés lesz, azt pedig a következő módon tudjátok, ugye föl kell majd nagyítani a fekete kartonra, mielőtt kivágjátok. Ha megvan a forma, rajzoljátok körbe egy téglalapba, hogy milyen arányú téglalapba fér bele. Most én a cicát rajzolom körbe. Utána a téglalapot elfelezitek, egyik irányból is, másik irányból is. És haladtok szépen, mondjuk legalább ezt a cicát felosztom 8 részre. Utána tudni fogom, hogy a nagy méretű fekete kartonból egy körülbelül ilyen hosszúkás arányú téglatestet kell először kivágni, majd ebbe kerül bele a sziluett. Ennek az arányait akár föl is, tehát konkrétan vonalzóval le is mérhetitek, és föl is szorozhatjátok, és akkor biztosan nem fogtok tévedni. És utána látjátok, hogy az egyes kockákba melyik testrészének kell majd kerülni, és nagyjából hova. Úgyhogy ezzel a technikával érdemes nagyítani, mert utána akkor csak a kockák mentén kell haladni, és úgy megrajzolni a formákat. Egyszerűen egész addig aprózzátok le, hogyha minél bonyolultabb a minta, akkor minél kisebb osztások kellenek. Most itt nekem ez a 8 kisebb téglatest, ez tökéletes lesz arra, hogy fölrajzoljam bele a mintámat. Elkészültek a rémes sziluettek, ezt most már csak az ablakra kell elhelyezni. Hogyha szeretnétek, akkor lehet mögé egy sima piros vagy narancsárga kreppapírt is ragasztani, és arra rákerülhetnek ezek, és úgy még egy picit különlegesebb hatása lesz. Vagy kétoldalú ragasztóval, vagy gyurmaragasztóval javaslom, hogy rakjátok fel az ablakra. Egyébként nagyon szeretem a sziluett alkotásokat. Aki emlékszik a tavalyi Álomszobagyára, amelyik, amikor is a Dunaújvárosi osztályteremben alakítottuk át az osztálytermet, ott mindenkiről rajzoltam egy sziluett portrét, ezt a videót nézzétek meg ide kattintva, ha még nem láttátok. Ha pedig további halloweeni ötletekre vágytok, akkor iratkozzatok fel erre a csatornámra, és nézzetek át az Inspirációk magazin csatornájára is, ott ugyanis ehető verziókat mutatok. Keressétek fel az Inspirációk magazin csatornáját egy véres kézért például. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor jöhetnek a lájkok, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Szép halloweeni kreatív napot!